Június 4-én a trianoni szerződés 100. évfordulójáról emlékeztek meg a magyarok. A nemzeti összetartozás jegyében a Kárpát-medence templomaiban egyszerre szólaltak meg a harangok. A zászlókat fél árbócra eresztették, sok helyen gyászszalagot is viseltek a megemlékezők, így hívták fel a figyelmet a 100 évvel ezelőtti igazságtalan döntésre. 100 éve annak, hogy megszületett az első világháborút lezáró trianoni szerződés, amelynek során Magyarország területének kétharmadát más államokhoz csatolták. Június 4-én erről emlékeztek meg a magyarok szerte a Kárpát-medencében. A nemzeti összetartozás jegyében valamennyi templomban egyszerre szólaltak meg a harangok. A Székely hadosztály csíksomlyói emlékművénél közös imával és köszöntő beszédekkel emlékeztek a centenáriumon. Kelemen Hunor RMDSZ elnök itt ültette el a nemzeti összetartozás fáját. A hársfa csemete Áder János köztársasági elnök ajándéka. A mérhetetlen fájdalom az égigérő igazságtalanság mögül túlzás nélkül állíthatjuk, ez itt ma többször elhangzott. Elhangzott a Magyar Országgyűlésben is, hogy mégis fölfénylik valami biztató, látni véljük a remény sugarát is. Mert ne legyünk kishitűek, ne veszítsük el az önbizalmunkat. Gondoljunk bele abban, hogy az a közösség és az az ember, amely és aki a trianoni döntés után százesztendő kegyetlen megpróbáltatásai után 2020-ban itt van a szülőföldjén, itt Székelyföldön, Erdélyben, a Partiumban, a Bánságban, Csángóföldön. Itt van a szülőföldjén magyar emberként, magyar közösségként él és tervez, építkezik, újrateremti az otthonát, az már egy kész csoda. És ez csak is azért történhetett meg, mert volt ennek a közösségnek hite, kitartott a remény, és meg akart maradni. Volt hitünk, kitartott a reményünk, és meg akartunk maradni. Csatát nyerni enged az igaztalanoknak, de a végső dicsőséget mindig a hűségnek, az igazságnak, a te ügyed szolgálatának tartogatod. Sepsi Szent György főterén ökumenikus istentisztelettel és koszorúzással emlékeztek Trianon évfordulójára. Akár a többi helyszínen a járványügyi óvintézkedések miatt itt sem lehetett nagy tömeg. A történelmi egyházak képviselői a jövőbe vetett hit fontosságát hangsúlyozták. A Trianon évfordulóhoz kapcsolódott az a rendezvény is, amelyet a Kálea Neamului nevű román nacionalista szervezet hívott össze, ugyancsak Sepsi Szent Györgyre. A többnyire Bukarestből, Buzauból és Brassóból érkező mintegy 100 fős közösség a Mihály Vityázul szobor előtt ünnepelt, hazafias dalokkal és versekkel éltette Trianont. Prejeszkő, sinfloreszkő! Az évfordulót megelőző napon a román patriárkátus közleményben tudatta, hogy a június 4-i liturgiákon valamennyi ortodox templomban felidézik azon hősök emlékét, akik hozzájárultak Nagy Románia nemzeti szintű megvalósításához, és ennek a trianoni békeszerződés által történt nemzetközi elfogadtatásához. A trianoni szerződés évfordulójáról Bukarestben emlékezett meg az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A legfelsőbb bíróság éppen június 4-ére időzítette annak a fellebbviteli pernek a tárgyalását, amelyet Tőkés László Klaus Johannis ellen indított, miután az államelnök megvonta tőle a Románia csillaga kitüntetést. A tárgyalást elhalasztották. Számolt be Tőkés László azt követően, hogy a Kálvineumban megkoszorúzta a magyar hősök emléktábláját Trianon centenáriumán. Ez a tárgyalás a szó negatív értelmében példázatos, jelképes, mert azt az állapotot tükrözi, amelyet úgy tűnt, hogy 89-ben már meghaladtunk. Akkor a temesváriak fellázadtak a diktatúra ellen, a románok és a magyarok egymásra találtak,
és úgy tűnt, hogy vége szakad annak a poszttrianoni időszaknak, amely számunkra csak megaláztatást, gyogfosztást, keserűséget és áldozatokat jelentett, de íme ezt nem sikerült megvalósítani, és sajnos 30 évvel a temesvári forradalom után, és 100 évvel a békeszerződés, a béke diktátum aláírása után még mindig ott tartunk, hogy egy magyar ellenes, egy állami szintre emelt magyar ellenesség uralja a romániai politikai életet. Első szavunk a fájdalomé, az elszenvedett vesztességnek szól ez a gyász, de második szavunk a reménység szava, második gondolatom a reménység szava. Itt a bukaresti magyar közösségben jó volt azzal vigasztalódni, hogy itt is él magyarság a volt román ókirályságban, itt is cselekvő és lojális állampolgárai a román államnak nem azt érdemlik, nem azt érdemeljük itt Erdélyben és Nagy-Romániában, ami osztályrészül jár nekünk. Mi nem biztonsági kockázata vagyunk Romániának. Mi hűséges állampolgárai vagyunk ennek az országnak. Méltóság teljesen emlékeztek meg a magyarok Trianon évfordulójáról itt Romániában is. Pedig nem mondhatni, hogy nem volt próbálkozás a feszültség szítására. Mint ismert, május közepén a parlament megszavazta azt a törvényt, amely június 4-ét a trianoni szerződés napjává, tehát hivatalos ünnepnappá nyilvánítja. A törvényt végül nem írta alá az államfő. Június 5-én közölte, hogy alkotmányossági óvást emel ellene, mivel sérti a polgárok jogegyenlőségét és a diszkrimináció tilalmát garantáló előírást. A törvényt kezdeményező szociáldemokrata párti szenátor Titus Corlățean szerint a jogszabály kihirdetésének megtagadása nemzetellenes gesztus Johannis részéről.